Mi most komolyan? Üdvözlünk a Watch Mojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a WWE sztárok 10 legőrültebb szabályát hoztuk el nektek, amit be kell tartaniuk. Ezen a listán a legszokatlanabb szabályokat gyűjtöttük össze, legyen az írott vagy íratlan, ezeket kőkeményen be kell tartaniuk a WWE szupersztárjainak és a dolgozóknak is. Lehet, hogy van köztük, ami már nem feltétlenül annyira releváns, mint régen volt, de hát ilyen ez a sportszakma, néha fura tud lenni, főleg Vince McMahonéknál, szóval legyünk mi is furák. 10. Az aktatáska mindig legyen kéznél. Szóval egy WWE cím megnyerése elég nagy dolog. Haladsz előre a rosteren, meg persze több pénzzel is járhat. Vajon a szupersztároknak kötelező azt a hatalmas övet viselniük mindenhol? Nos, nem éppen, viszont a Money in the Bank aktatáska tulajdonosának kötelező nyereményével utaznia mindenhova, mert azt kell egyszer csak beváltaniuk majd egy címmeccs lehetőségéért. Már maga az utazás folyamat is elég nehézkes nekik, erre jön még rá egy extra kiegészítő, amire oda kell figyelniük, és nem hagyhatják el ezt a táskát semmilyen körülmények között. 9. Béren kívüli juttatások. Az előbb említettük a lehetséges béremelés kérdését a WWE bajnokoknál. Viszont vannak más aspektusai is a franchise státusznak egy cégnél, ami nem igazán hoz extra pénzt ezeknek az embereknek. Persze a szerződés pankrátor és pankrátor között eltérhet, viszont promóciós megjelenések, mint a Late Night Show-ban feltűnés a brand reklámozása miatt a munkájuk része. Így azt nem tekintik plusz munkának, tehát bérezés sem jár érte, csak a szállásukat fizetik Vince McMahon izzadt utazó cirkuszában. 8. Legyen saját autód. Manapság a legtöbb profi pankrátor nem számít alkalmazottnak a törvény szemében, és egyéni vállalkozóként nem részesülnek olyan alkalmazotti előnyökben, mint például a fizetett egészségügyi ellátás. Szintén nem segítenek nekik városból városba eljutni, a legnagyobb nevek kivételével, mint például John Cena, így legtöbbüknek maguknak kell az utazásról gondoskodniuk. Ez általában autóbérlést jelent, amit saját zsebből kell finanszírozniuk. Már az is elég kemény, hogy egész éjszakákat kell vezetniük városok között, de hogy ez az amúgy sem magas pénzükből jön le, az már egészen elképesztő. 7. A hílek és a babyfészek nem vegyülnek. Ennek az iratlan szabálynak a súlya sokat csökkent a kayfabe halála óta, mióta a profi pankrátorokra nem vonatkozik ez a szigorú titoktartás a belső dolgokkal és a rejtett titkokkal kapcsolatban. Viszont a mai napig elég egyetlen pillantást vetni a WWE Network műsorára, a Ride Alongra, hogy lássuk, a heel és a face karakterek nem sűrűn utaznak egymással. Régen ez a rossz fiú, jó fiú szerepkör megtartása miatt volt fontos, de manapság sem utaznak együtt túl sűrűn, tiszteletben tartva a régi szokásokat. 6. Nincs improvizálás a promókban. A profi pankráció művészete komoly szigorításokon ment át. Régebben a szereplőknek maguknak kellett megírni a szövegüket, amit a meccsek előtt lenyomtak, és maximum minimális változtatást intéztek rajta az írók. Az olyan szupersztárok, mint The Rock vagy Stone Cold Steve Austin részben ezeknek az improvizálásoknak köszönhetik a karrierjüket. Manapság ez már tilos, és a WWE kreatív csapata írja a pankrátorok szövegeit, amit szóról szóra kell előadniuk, nem térhetnek el tőle, és csak bizonyos előadók javasolhatnak módosításokat benne. 5. Lojálisnak kell maradniuk. Ez a szabály azért relatíve egyértelmű lesz. A WWE világa felhígult az évek során, hiszen felbukkantak olyan konkurenc cégek, mint az All Elite Wrestling vagy a New Japan Pro Wrestling. Ezek pedig izgalmas alternatívát jelentenek a korábban McMahon által élvezett monopóliumban. Ennek eredményeként a WWE alkalmazatai nem látogathatnak olyan eseményeket, ami a konkurens márkához tartozik, viszont kollaboráció egy másik céggel még belefér, ha közös az esemény. Lényegében nem néz ki jól, ha egy szupersztár elismeri egy konkurens márka minőségét, így az a biztos, hogy sosem jelennek meg ilyen eseményeken, még nézőként sem. Fontos a saját márkádat védeni, másét pedig semmibe venni. 4. Tudd a helyed az öltözőben. A WWE világában mindig is egy hierarchia uralkodott, sok pankrátor sosem tudott előre lépkedni a rosteren, egyesekről pedig lehetett tudni, hogy hamar fontos eseményeken fognak részt venni, és ők lesznek a következő időszak meghatározó szereplői. Viszont a hierarchia nem csak a ringben, de már az öltözőben is elkezdődik. Ugyanis a kezdők és a jobberek nem kapnak külön privát öltözőt, mint mondjuk John Cena vagy a The Undertaker. Nekik közös öltözőn kell osztozni, mindenkinek megvan a maga kis sarka. Bár arra is volt már példa, hogy egy pankrátort át kellett költöztetni, mint például amikor The Miz folyton azzal hergelte Chris Benoit, hogy az edzőtáskája mellette vett csirkét, és Chris nem bírta már elviselni a szagát. Nem? Ezt nem mi találtuk ki. 3. Fontos, hogy mit mondasz. Ez a szabály is némileg veszített jelentőségéből, mióta a nép az évek során egyre inkább elkezdett hajlani a professzionális pankráció felé a szórakoztató sport helyett.
Viszont Vince McMahon továbbra is megválogatja szavait, és elég egy pillantást vetni a műsorra, hogy lássuk, miként akarja, hogy lássuk azt. Kezdve azzal, hogy névmásokat nem lehet használni, és a WWE kommentátorainak a szereplők rendes nevét kell mindig használniuk. A szereplőket pankrátor helyett szupersztárként kell szólítani, bajnokság helyett címmeccset kell mondani, mindent konyha nyelven, semmit sem a belső szó használat szerint. Mindenki értse és jól szórakozzon, ennyi csak a lényeg. Második, öltözz a munkának megfelelően. Anno Ric Flair Chili Willy cuccai ugyan a Nature Boy karakter részét képezték, de a WWE szupersztároknak követniük kell egy bizonyos dresszkódot. Utazáshoz oké a business casual, viszont a férfiaknak öltönyt kell viselniük, amikor a közönség előtt megjelennek. Lehetnek lazább tréning cuccokban, amikor konditerembe mennek, vagy másik városba utaznak. A cég tap-out szponzorációjának hála, még a reptéri viseletük is kényelmesebb lett emiatt. Ettől függetlenül a cégnek fontos, hogy a brand presztízsét mindig fenntartsák. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, tilos tüsszenteni. Ha csak pletykákra és szóbeszédre hagyatkoztunk volna, akkor egy egyszerű Vincent Kennedy McMahon top 10 hülyesége és gyagyája listát is csinálhattunk volna. Viszont mi egyetlen tételt emelnénk ki, amitől a fejünket vakartuk, ez pedig a következő. Tilos tüsszenteni. Igen, tüsszenteni. Hiába önkéntelen, bármikor rád jöhet és nehéz befolyásolni. Pedig a WWE-ben kontrollálni kell, mert Vince utálja. Annyira utálja, hogy egyenesen betiltotta maga körül, így az alkalmazottaknak el kell folytaniuk, vissza kell tartaniuk, és a jelét sem szabad mutatniuk. Persze Vince maga sem tüsszenthet, mert az ugye a gyengeség jele. Szerintetek melyik a legfurcsább WWE szabály? Csináljunk még pankrációs videókat? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!